Kolozsvárban laktak a felsőgallai Széchenyi István általános iskola végzős diákjai, akik életében most új korszak jön. Nagy részük körülbelül az egyharmadú gimnáziumban fogja tanulmányait folytatni. Ketten mennek szakiskolába, a többiek szakközépiskolában folytatják a tanulmányaikat. Tulajdonképpen a nagy részük itt Tatabányán tanul tovább, de azért vannak, akik vidéken folytatják a tanulmányaikat. Az iskola hogy búcsúztatja őket? Ilyenkor mindig ünnepi díszbe öltöztetjük az iskolát, minden osztály feldíszíti a termét. A nyolcadikosok ilyenkor végigballagnak minden osztályon, elbúcsúznak a diáktársaktól, az épülettől is. Az ünnepségen köszöntőt mondott Turainé Jón Katalin, aki több dolog miatt is költődik az iskolához. Körülbelül 24 évvel ezelőtt ezen a napon én is itt álltam az udvaron, akkor voltam nyolcadikos és ballagtam. És úgy végig gondoltam az azóta eltelt életemet, illetve azt a 8 évet is, amit itt töltöttem, és nagyon-nagyon sok szép emlékem van. Nagyon nagy reményekkel indultam a középiskolába, ugye 1,5 évet tanítottam is itt, és ide is visszavárnak engem. Nagyon jó alapokat kaptam itt, nagyon sok szeretetet, törődést, útmutatást, példamutatást, amit az életem során azt gondolom, hogy fel tudtam használni. Mind a 34 ballagó diáknak sok sikert kívánunk a középiskolához.